Itt van a gyakorlóiskolánk, ami kiváló. A Berzsenyi Dániel pedagógus képző és a természettudományi karon a jelentkezők 19 alap, 19 mester, 15 osztatlan, 2 felsőoktatási szakképzés, valamint 19 szakirányú továbbképzés közül választhatnak a 2015-ös évben. A tanárszakok esetében az egyik legfejlettebb, legjobb infrastruktúrával és kiváló tanárokkal rendelkező szakokat tudjuk adni, hiszen itt van a Szavári Egyetemi Központ, a tanárszakjaival a Bólyai Gyakorló, és itt van a Pedagógiai Szolgáltató és Kutatóközpont a maga kutatási lehetőségeivel. Tájékoztatást kaphattak az érdeklődők az Egyetemi Központ új duális gépészmérnök képzéséről is. Mindazok, akik erre a szakra jelentkeznek és felvételt nyernek, már a beiratkozáskor megalapozhatják a jövőjüket. A gépészmérnöki képzés miatt jöttem el, mert nagyon érdekel engem, és nagyon fontos ennek a városnak, hogy profi gépészmérnököket képezzenek ki. És engem is nagyon érdekel. Jelenleg a gépipari informatikai szakközépiskolába járok, másodéves technikus vagyok, és nagyon érdekel engem ez a szakma, és nagyon tetszik. Én ide a testnevelés szakok miatt jöttem, leginkább a rekreáció miatt. Régi álmom, hogy itt tanuljak, és igazából ennyi. Azért választottam ezt, mert közel van az otthonomhoz, és így sokkal egyszerűbben meg tudom oldani azt, hogy bejárok iskolába, és hogy itt tanulok. A Hermann Otto szakközépiskolában tanulok, jelenleg 5. éven ilyen OK-s képzésen veszek részt, és azért jöttem erre a nyílt napra, hogy pontos információt kapjak arról, hogy a tanárképzés pontosan hogy is folyik, mert én afelé, hogy is mondjam, érdeklődök. Az előző évekkel ellentétben idén legfeljebb 6 helyet jelölhetnek meg a tanulók a felvételi eljárás keretében. A tájékoztatón elhangzott az is, hogy az intézmény sporttudományi képzéseire emelt szintű testnevelés érettségi nélkül már nem kerülhetnek be a diákok. További információk kaphatók a SEK honlapján, valamint a felvételi kukac sek.enyeme.hu e-mail címen keresztül.